hogy oda nézünk, akkor láthatunk egy ilyen szép festményt. Itt látható a iskolának a foliósága. Tóni a Póni, Csukás István versére kellett csinálni rajzokat. Játszani is csak komolyan lehet! Süsű a sárkány! Pompom mesélj! Szia, picur! Hová rohansz? Szia, Pompom! Iskolába! De egyáltalán nem rohanok! Veled mehetek? Hát persze! Minden nap, amikor iskolába megy, mesél neki egy történetet, ami tanulságos, és mindig elkezdik az iskolába. Sárkány! Egy lepke! Ho-ho-ho, nagy horgász! Kerek csokoládét, a szögletes csokoládét! Ki az, aki szereti a csokit közületet? A hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét, a csomagolt csokoládét. És ki az, aki szereti a Csukás Istvánt? Pista bácsi, utoljára az iskola névadóján találkoztunk. Nagyon várja az egész iskola, hogy ismét láthassuk egymást személyesen. Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugrifüles!